Lothar Hirneis német rákutató előadásának ebben a részletében arról lesz szó, hogy az ő tanítója, dr. Budwig, mire jött rá? Te tudtad, hogy a rákosájteknek van egy olyan állapota, amikor gyakorlatilag halhatatlanok? Következően az ötödik mitosz, nem létezik sikeres érkezésen alapuló terápia. Tudják, hogy ezt ki mondja? Az a professzor, akinek erről sincs. Ezt mindig azok mondják, akiknek előtt fogalmuk nincs. Ménik, amikor megkérdezem, hogy honnan tudja ezt, csinált már ilyet? Nem, én nekem nem kell csinálnom, mert ez úgy sem én pedig azt állítom önöknek, hogy van százszerzalékosan megbízható táplálkozáson alapuló rákterapia. Hogy én ezt honnan tudom? Én nekem ezt nem kell hinnem, ugyanis én ezeknek a pácienseknek megráztam a kezét. Én ezt dokumentáltam, és ezért tudom ezt, és ezért nem kell ezt hinnem. De nézzük csak meg, hogy mit mond erre a német egy. azt mondják, hogy körülbelül a 30%-át a németországi rákos eseteknek el lehetne kerülni, amennyiben az emberek nem mennének annyi véres Burkát, ahogy mi Vagyis magyarul mondva, egészségesebben táplálkoznának. Ezt 150 ezer ember az éventen Németországban. Ők nem lennének rákos, rákosak. tudják, hogy mi az érdekes? Rögtön, hogy rákosak lesznek, a táplálkozás már nem érdekes. Az orvosa azt mondja neki, egyen ugyanazt nyugodtan, mint korábban. Tehát a táplálék okozta a rákot, de ha már rákos, akkor egyen nyugodtan Ez önök szerint nem valami vicces logika? Ne a német rákutató központnak, már egy ajánlat erre egyen naponta ötször gyümölcsöt élződjére. Mert akkor ez nem történik. Megmondom őszintén, én még senkit nem láttam, aki naponta ötször gyümölcsöt és zöldséget evett. Én most szeretnék önöknek két táplálkozáson alapuló rákterápiát bemutatni, amiről én tudom, hogy emberek százainak, ezreinek talán még az életét is megmentette, de abban mindenképpen segített, hogy a daganatuk eltűnjön. Az egyikük az én tanárnőm volt, dr. Johanna Budwig. Ő egy nagyon híres és ismert kutató, egyetlen egy problémája volt. Először is ő egy nő volt, és ezt higgyék el nekem a kutatásban nem szabad alábecsülni. Ő 1950-ben azt mondta, hogy a rákos sejteket nem megölni kell, hanem osztódásra kell bírni. És ehhez még hozzátette azt, hogy ezt az egészet el lehet érni táplálkozást terápiával. Magyarul mondva ez az asszony száz évvel korábban született, mint kellett volna. Kicsit később kellett volna születnie, manapság már ezt meg lehetne jobban magyarázni. De mi is az, amit ő megtalál? Egy pillanatra megállítom itt a videót, hogy el tudjam magyarázni, hogy mi van a dián. Tehát azt találta meg ez a hölgy, hogy a rákos sejtek az osztódásnál a hatodik fázisban nem osztódnak tökéletesen, és emiatt nem következik be a sejt halála. Tehát gyakorlatilag ezek a sejtek örökké élnek. És ez az oka annak, hogy a rákos daganatok nagyon nagy mértékben el tudnak terjedni, anélkül, hogy jelentősen a térfogatuk növekedne. Ezért Budvig azt mondta, hogy rá kell bírni a rákos sejteket arra, hogy tökéletesen osztódjanak, hogy ez ne következhessen be. Ganz hát a daganatok nem úgy keletkeznek, ahogy az ember gondolja, hogy egy sejtből lesz kettő, abból négy, aztán 16 és így, így tovább. Ezt ma egyébként a mutációknál nagyon szépen lehet látni. Ugyanis, ha ez így lenne, akkor amikor mondjuk 16 sejt keletkezik, mind a 16 nap ugyanolyan mutációval kellene rendelkeznie, mint az elsőnek. Ez viszont nem így van. Nagyon sok tumor nem úgy keletkezik, hogy egy sejt túl gyorsan osztódik, hanem éppen amiatt, hogy a régi sejtek nem pusztulnak el.